Amennyiben 2 percenként megállunk, és meg is kell, hogy ellenőrizzük, hogy az újraesztésünk már sikerrel járt, akkor egy pulzus ellenőrzést követően, hogyha ezt nem tapasztaljuk, illetve az EKG nem mutatja, akkor tudjuk folytatni a gyakorlatilag a kontrasziót. Amikor azt találjuk, hogy ez sikerrel járt, akkor megállítjuk a készüléket, kikapcsoljuk, a beteg karjai tépőzárral ide tudjuk rögzíteni 2 irányból, és meg tudjuk kezdeni a betegnek az altatását, a relaxálását, és természetesen a kórházba szállítását, akár helikopteres úton, ha a távolság ezt igényli. Bátran ide lehet jönni, be is lehet kapcsolni, elrontani nem lehet, pofon egyszerű készülék, de annál praktikusabb. Köszönjük szépen a felajánlást és a támogatást! Nem. Ezt nekünk kell 2 percenként ellenőrizni, erre megvan a szakmai protokoll. Ezt az embernek kell ezt az is.